A völgység lankás dombjai ölelik körbe Kakasdot. A falu azon a ritka települések egyike a megyében, ahol az utóbbi években, évtizedekben nem csökkent, hanem nőtt a lélekszám. Jelenleg 1800-an laknak itt. Fekvése nem csak a látvány miatt szerencsés, hanem azért is, mert a 6-os főút keresztül szeli. Így a közlekedés és a buszforgalom elég sűrű, a lakosok pedig könnyedén jutnak el bárhová, akár Szekszárd és Paks, akár Pécs felé viszi az útjuk. De most ideje belépnünk az egyik leglátványosabb épületébe a településnek. Hát találják ki, hogy hol vagyunk. Én most egyelőre csak annyit mondhatok, hogy pár héttel ezelőtt itt rendezték meg a megyenapi rendezvényt. Elárulhatom? A Kakasdi faluházban, amit Makovec Imre tervezett, és a munkálatokban is nagyban részt vett, és a természetesen a település lakosainak nagy összefogása is nagyon sok munkájába került, amíg ez a páratlan faluház felépülhetett itt Kakasdon. Tehát most ide invitáljuk önöket, Kakasd lát bennünket vendégül, jöjjenek velünk. A folyamat az ugye a település fejlődésében egy pillanatig nem állt meg mindig, hiszen nagyon mélyre kellett indulni. Kakasdnak alig volt középülete, ami volt, az pedig szegényes volt, vagy olyan állapotban volt, hogy több száz éves kort megélt, és ezért fokozatosan le kellett váltani azokat az intézményeket, új iskolát kellett építeni, új óvodát kellett kialakítani, és a másik nagy állomás volt, amikor a kultúrház tönkrement, és helyette kellett valami más, és akkor került szóba, hogy ami épül, az olyan legyen, hogy több funkciót tudjon betölteni, és legyen alkalmas arra, hogy a falu életének a mozgatórugója legyen, ahol mindenki helyet talál magának, és így került sor 80-as évek második felében. Pontosabban 87-ben indult az építkezés, és 94-ben fejeződött be az a faluház, ahol most is vagyunk. Makovec Imre volt a tervezője ennek az egész épületnek, és azt hiszem, azon kívül, hogy ő ezt a házat megtervezte, hihetetlen nagy pluszt adott, lelki erőt adott, mert önökre nem mert volna a falu belekezdeni egy ilyen nagy beruházásba. Ő biztatta a falut, segített szakmailag, segített egy kis pénzt is szerezni hozzá, de végig tartotta a lelket a község lakossága, és olyan lelkesítő tudott lenni, hogy itt szinte be kellett osztani, mikor ki lehet segíteni, hiszen ezt az egész épületet nagyrészt a falu lakossága hozta létre kétkezi munkával. De nem szaladunk ennyire előre az időben és Kakasd történetében, hiszen, ahogy Thomas Manntól lopva egy mondatot, egy gondolatot, mélységesen mély a múltnak kutya, ez pedig a falu vonatkozásában különösen igaz. A késő kőkorszakban itt ezen a területen már a régészeti leletek azt igazolták, hogy itt már éltek akkor emberek. És akkor van egy nagy ugrás, amikor nem lehetett tudni, hogy van, miként van, de a 12. században, mint királyi birtok, ezen a területen már állt egy templom. És a nevét is valamelyik kisnemesi családról, Kokas nevű kisnemesi családról kapta. Tehát ez a 12. században már itt ezen a területen királyi birtok állt, és sokáig nem lehet tudni semmit róla, viszont 1713-ban az első összeírásnál itt öt magyar családot regisztráltak Kakas területén, és alig néhány év telt el, 1718-ban, amikor megindult a betelepülése németeknek, akkor a 20-as összeírásnál már a 5 magyar család mellett újabb 9 családot regisztráltak, akik már Németországból érkeztek.
és hát a németeknek a betelepítése, ez hozzávetőleg 18 és 1726 között lezajlott, és ekkor már a betelepült német családoknak a száma elérte 115-öt. Tehát ez a 1700-as éveknek az első negyedében tulajdonképpen lezajlott, és azóta fokozatosan bővült a település, és hogy mennyire igényes és törekvő társaság volt, aki ide érkezett, hogy 1722-ben megépítették már az első templomokat, ott, ahol a mai temető áll. Egy átködeles volt, de már templom volt. És a következő nagyon rövid időn belül 1722-ben megépült az első iskola, 24-ben pedig a második iskolájuk is. Tehát úgy látszik, hogy a gazdálkodás mellett a kultúrára is, a tanulásra is igényük volt a vallás mellett. 1730-ban a Hilc család is egy ilyen hajóval érkezett, és a 10. generációs Hilc Ádám, aki 1944-ben született, ő állította 2010-ben ezt az emlékművet. Családjának 280 éves kakasdi itt tartózkodása, és természetesen a betelepítés emlékére. Az új környékre érkezett németek, katolikusok voltak, és maradtak. Tehát Kakasdon a protestáns egyháztól tartozók csak olyanok voltak, akik vegyes házasság révén a katolikus férj vagy feleség mellett volt egy református, evangélikus kevesebb, de inkább református házastársa. És ugye a két egyház között, a protestáns és a katolikus közötti különbség, hogy a megengedőbb volt a protestáns, ezért a katolikusok mindig úgy járultak hozzá ehhez a vegyes házassághoz, hogy a gyermekeket a katolikus vallás szerint kellett nevelni. És ezt a tisztességes protestánsok nagyon komolyan vették, és be is tartották. Tehát a gyerekeiket katolikus vallás szerint nevelték, úgyhogy szinte azt lehet mondani, hogy a tíz ujjunkon meg tudjuk számolni. Meg tudtuk számolni, hogy Kakasdon ki az, aki református, és az egy-két evangélikus, aki volt. A kakasdi templom, ami a temető helyén épült valamikor, az viszonylag hamar tönkrement, és 1745-ben már a második templomokat építették, amelyik a mai templom helyén volt, már lenne a falu közepén, nem a temetőnél, de még ez is fagerendás, nádfedelő templom volt. És ez a templom, ami ma is ott áll, ez 1786-ban indult az építése, és 1786-ban és 1810-ben ezt a templomot már felszentelték Szent Mihály tiszteletére, emlékére. Tehát ez a templom után még kétszer átalakításra került, és 1900-ban nyert el a mostani állapotát, és azóta is úgy funkcionál. Itt hőbérrendben a Bezeridieknek a birtokára, mint cseridek kerültek, viszont 1840-es országgyűlési rendelkezés szerint az országban talán első között az örökváltságot itt végrehajtották, és saját magukat kivásárolták, és maguk uramon lettek a kakasdiak. Tehát ez 1840-ben már lezajlott. Annyit még érdemes tudni, hogy a Bezeridi családnak a kötődése több tekintetben is kimutatható, hiszen a későbbi iskolákat, amik itt Kakasdon épült, azokat a bezeridiek támogatták, sőt 1828-ban az országban elsők között épült meg az első kis dedóvó Bezeridi Amália jóvoltából, akinek a nevét viseli a Kakasdi által. Iskola mai napig. Tehát ez, ami egy
rendkívül fontos állomás volt ugyancsak Kakasnak, hogy az iskolái mellett már az óvodára is gondoltak. A hajdani Bezerédi kastély bejáratánál állunk, bemenni nem tudunk sajnos, hiszen a kastély már évek óta magánkézben van. A Bezerédi grófi család utolsó leszármazottja, Paula grófnő adta el bizonyos Maranszki idős orvosnak, és azóta is magánkézben van az épület, de hát azért ide is eljöttünk, hogyha Kakasra jönnek kirándulni, akkor szerintem ne hagyják, és érdemes bekukkantani, még akkor is, hogyha a fák eltakarják a kilátás sok helyen. A Szent Anna kápolna kis jelentőségű búcsújáróhelynek számított, főként csak a környék német lakossága látogatta Szent Anna napján. A kápolnát a 19. században átalakították, az ünnepi istentiszteleteket is itt tartották. Amikor megépítették a két falu határán az Szent Anna kápolnát, ami viszonylag közel van ehhez a faluházhoz, ugyanis valamikor Kakas és Belac két egymástól független önálló település volt, és ez a Budapest-Pécsi út, ez választott el a két települést. És későbbiek során két települést összevonták, de ez már a 19. század, és a két településnek az erdi határát is átolták a Rákpatakra, mert ugye közben itt beépült a Rákpatak és a Hatosút közötti terület, és azt Kakashoz csatolták. A Szent Anna kápolna mellett pedig közvetlenül megtaláljuk a település második legfiatalabb emlékhelyét, a második és első világháború áldozatainak emlékművét. Községnek az életében hihetetlen nagy jelentőségű volt a második világháború, a világégés, amikor a településnek a fiataljait egyrészt a frontra vitték, másrészt pedig, akik itthon maradtak, 45-ben megindult a németek kitelepítése, és tartott két éven keresztül, párhuzamosan pedig a bukovinai székelyek, akiknek a menekülni kellett Romániából, utána Jugoszláviából, majd Zalán keresztül ide kerültek Tolna megyébe, és így többé-kevésbé két év leforgása alatt a Kakasnak a népességét kicserélték, mint egy 80-90%-ban. Most maradt 45-46-ban ez az összetételű népesség, hogy kb. 90% bukovinai székely, és egy 10% német, aki a kitelepítés során itt maradhatott, nem vitték el őket, és aztán később, 947-48-ban, akkor települtek még ide Kakasra felvidékiek, akik a csehszlovák-magyar lakosság csere során kerültek ide Magyarországra. Ez pedig már a Székely kapu, ami szintén Kakast központi helyén áll. A kaput egy budapesti mérnök, bizonyos Adorjáni István tervezte és faragta Farkas Lajos Bognár közreműködésével. 2009-ben a kapu előtti teret átalakították, és egy új fapadot helyeztek el a megfáradt nézelődők számára. Kakasnak a életét az első pillanat, amióta a betelepítés megkezdődött, a mezőgazdaság, a növénytermesztés és egy elég intenzív állattenyésztés jellemezte, és ez volt a megélhetésüknek a forrása. Használtunk egészen az 50-es évekig, ami nem indult meg a mezőgazdaságnak a kollektivizálása, a TSZ-ek szervezése, tehát alapvetően ez volt a megélhetési forrása a kakasdiaknak. Ezt követően fokozatosan egy szűkebb kör maradt csak a mezőgazdaság, és nagyon sokan elhelyezkedtek a falunk kívül Szekszárd és Bonyhád vonzás között vagyunk ugyanis, és nagyon sokan elkerültek az ipari munkások közé, és egyre többen kerültek felsőfokú intézményekbe, ahol tovább tanultak, és egyre több diplomása lett a falunak. Úgyhogy a mai napig az a jellemző, hogy egy bizonyos szűk réteg, aki
a mezőgazdaságból él, és a többsége pedig az vagy vállalkozói, vagy alkalmazotti körbe, de dolgozik. Ez az évszázados szorgalom és rendszeretet ma is látszik a településen. Ehhez nagyban hozzájárulnak az állami támogatás révén elkészült korszerűsítések, ilyen például a belterületi vízrendezés is a faluban. Közeli napokban fejeződött be a kakasdi belvíz elvezetésének a második üteme. Ez pályázati úton történt, és augusztus 31-én fejeződött be. Az első ütemben a 6-os úttól elértünk egy bizonyos szakaszig, ez a faluárokról van szó. Burkoltárkat kellett építeni, és most a tulajdonképpen a templomtól fölfele 500 métert tudtunk újra burkolni. Ez most befejeződött. A szennyvíz az korábban az 2004-ben befejeződött Kakasdon a szennyvízberuházás. Az első ütem 4 éve fejeződött be, akkor 110 millió forintba került a beruházás, a második ütem 72 millió forint top forrásból valósult meg. A másik nagy beruházás, ami befejeződött, vagy azt lehet mondani, hogy az egyes ütem befejeződött, a kettes ütem van vissza, ez a faluháznak a felújítása volt. A óvoda esetében ott most pillanatilag az a helyzet, hogy a község benyújtott egy pályázatot, előzetesen kiszámított költségekre alapozva, és a pályázatot elbíráló, támogatást nyújtó a pályázott összegből 50 milliót levont, és annyi támogatást adott. Most ez egy sereg gondnak a forrása, ugyanis az a műszaki tartalom, sőt, még a csökkentett műszaki tartalom sem valósítható meg abból a pénzből, ami rendelkezésre áll, hiszen az elmúlt 2 évben, mióta ez a pályázat indult, az építőanyagipari költségek, azok hozzávetőleg 30-40%-a megemelkedtek. Tehát itt egy kettős negatív hatás érte ezt az óvoda bölcsőde pályázatot. Egyrészt csökkentették azt az összeget, ami eredeti számítások szerint szükséges lett volna, és ehhez hozzájött még egy áremelkedés. A mini bölcsőde kialakítására és az óvoda korszerűsítésére top forrásból 170 millió forintot nyert Kakasd, azonban a fent említett okokra hivatkozva még 50 millió forint hiányzik ahhoz, hogy a pályázatban foglaltak szerint valósítsák meg a terveket. Most ennek a megoldását keresi a falu vezetése. Most pedig, hátrahagyva egy kicsit az anyagi világot, felmegyünk egy közeli dombra, a temető mellé. Ez a mostani túrán Kakasdra ismét bebizonyította, hogy érdemes nem csak átutazni Tolna megye településein, hanem tényleg egy kicsit több időt eltölteni, ide kirándulni, akár egy napra, 2 napra megismerni épített kulturális természeti értékeinket itt a megyében. Tehát buzdítom Önöket ismételten csak arra, hogy látogassanak el, akár Kakasdra, akár pedig Találomra, válasszanak ki Tolna megye térképén egy települést, biztos, hogy nem fognak csalódni.